szerintem barátságos most elmegy. Van annyi fény, hogy lássák a nézőt. Tisztelettel köszöntöm a képviselőtestület tagjait, a megjelenteket és a képernyő előtt ülő dömösieket a mai rendkívül képviselőtestület ülésünkön. A mai rendkívül ülésünknek két napi rendje van, illetőleg egy harmadikat fogok most javasolni. A fogorvosunknak, Marcell Editnek a kérelme a önkormányzati tulajdonban lévő gázkezán javítási költségeinek a kifizetésére, és ezt kérem, hogy a második napi rendként vegyük napirendre. Mielőtt a napirendről szavaznánk, jegyzőkönyv hitelesítők személyére kérek jelentkezőket. Ki vállalja a jegyzőkönyv hitelesítését, Fabi László és Majer Ürike, aki egyetért az ő személyükkel készfelemeléssel jelezze. Azt mondja, hogy 5 igen, 2 tartózkodás, köszönöm szépen. A napirend módosításával kapcsolatban, aki egyetért azzal, hogy második napirendi pontként a Marcell Edit kérelmét vegyük napirendre, az készfelemeléssel jelezze. Azt mondja, 5, 6, 7 igen, köszönöm szépen. Kérdezem, hogy a napirendre kapcsolatban van-e még más észrevétel? Kérdésem lehet, múlt alkalommal ugye beszéltük, hogy nem minden zárt ülés napirendi pontjának kell, hogy legyen zárt ülés, hanem csak ajánlani lehet, és a mai napi az olyan, hogy mindenképp kell, hogy zárt legyen. A mai napiról szavazzon a testület, hogy zárt ülésé szeretné elnyilvánítani. Értem. Tehát az illetményért. Egyébként arról van szó ebben, hogy a megbízott óvodavezetőnek, tehát az ő kérelmére, tehát lehetséges, hogy zárt ülés legyen, de a testület is dönthet úgy, hogy zárt ülésé kívánja nyilvánítani, de akkor erről szavazom a testület, hogy így jónak tartja-e. Uh-huh. Értem, én azért, azért gondolnám, mert ugye ez köztudott, tehát hogy ez egy bértáblából tudjuk kikalkulálni, hogy mennyi egy óvodavezetőnek a bére. Csak szerintem sok ember nem megy fel az internetre, nem néz utána, hogy mégis mennyi ez a bér, ha mennyi. És én azt gondolom, hogy egy közszereplőnek, tehát hogy aki ilyen pozíciót lát el, szerintem az fontos, hogy minél több ember tudja, hogy mégis mennyi a bére, ahogy itt a polgármester úrnak a béréről is nyíltan döntöttünk, és mondtuk, hogy mi merre meddig. A mi tisztelet díjunkról, vagy nem tisztelet díjunkról, és az alpolgármester tisztelet díjáról is döntöttünk. Én ezért mindenképp nyílt ülésre gondolnék, vagy nyílt napirendi pontra, hogy minél több ember jusson el, hogy már pedig mennyi az a bér, amennyiért egy óvodavezetői dömösön dolgozik. Ezt módosító javaslatként javaslom? Igen. Jó. Természetesen szavazásra bocsátom, annyit azért pontosítanék, hogy a intézményvezető az nem közszereplő, tehát ő nem politikus, hanem intézményvezető. Tehát más, mint ahogy a köztisztviselők sem azok, és a köztisztviselők bérét sem hozzuk nyilvánosságra. Tehát mondjuk értelemszerűen én ezt személyi kérdésnek tartom, tehát én nem is fogom támogatni ennek a nyílt szavazását, de értem, mit mondasz, úgyhogy én ezt szavazásra fogom majd bocsátani. Tehát más minőség, mint egy polgármester. Jó, van ezzel kapcsolatban valakinek véleménye? Vagy? Hát én arra gondolok, hogy más cégeknél, és a utásoknál is megtudják, hogy úgy hagyjam, vagy úgy hagyják át a pénzt mások előtt, tehát nem csak egy mennyit. Tehát ezt elég komolyan kezelik. Ez a személyiségi jog megsértés. Szerintem nem, mert ez nyilvános az adat, tehát hogy egy bértáblából... Nem nyilvános, nem. Még az alkalmazottan teljesen mi sem tudhatjuk. Nem, még mi sem, igen. Egyszerre sem mondhatjuk, hogy ez szabad, tehát ez közepéből nyilvános adatnak minősül. Annak nagyon komoly jogszabályi feltétele van, tehát az, hogy egy közalkalmazott vagy köztisztviselőnek a fizetése az tehát nyilvánosságra kerüljön, ahhoz hát meghatározott kérelem, indokolása, többi kell. Tehát most ezt úgy értve, tehát a köztisztviselőknél, tehát az nem úgy megy, hogy akkor az igen, van egy bértábla, de nem úgy megy az, mert ez tényleg olyan, mintha mindenkinek a pénztárcájába nézegetnénk bele. De, csak elnézést, csak ha szabad kérni, akkor én felolvasnám akkor a MÖ TV-ből, mert akkor ez itt most már konkrétan itt az átülést
akkor, hogy felolvasnám a konkrét jogszabályt, ha szabad. Nem akarom húzni az időt, javasolnám akkor esetleg, hogy lehetne addig a Marcell Bétéről beszélni. Vagy szavazni. Vagy szavazni. Szavazunk. Szabad egy percet kérni. Jó, akkor szület. Itt van. Köszönöm. Akkor egy kis technikai szület addig. Kormányzati törvény, ez a 2011 évi 186-os, 46 paragrafus 1 bekezdése, ennek azt mondja, hogy zárt ülés tart az önkormányzat hatósági, összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetésügy tárgyalásakor, fegyelmi büntetés kiszabása, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén. Zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, és nem is mondom tovább. Zárt ülést a polgármester úrnak a napirendi javaslata a zárt ülés volt. A képviselő ugye mondta, hogy tarthat, van egy hat, de van itt, hogy az érintett kérésére. Javaslom, hogy az érintett ugye itt van, akkor most nyilatkozzon, hogy kívánja-e, hogy zárt ülésen történjen a tárgyalás. Jó, akkor miután kérje, akkor erről szavazni sem kell. Jó. Minden egyértelmű. Köszönöm. Jó, hát ezt oda is adom, és akkor eventuális egyértelmű. Oké, köszönöm. Köszönöm szépen, más a napirendi ponthoz. Amennyiben nincs, akkor az általam, illetve az előbb elfogadott módosítással a napirendet, aki elfogadja, az kész felemeléssel jelezze. 1-2-7, igen, köszönöm szépen. Első napirendi pontunk az óvoda státuszbővítéssel kapcsolatos döntés. Itt 2013. szeptember 1-től nagyon sok minden változik az óvoda működésével, működésével kapcsolatban. Többek között egy alapvető kérdés, hogy a finanszírozás is jelentősen átalakul. Ez praktikusan annyit jelent, hogy a magyar állam fogja a pedagógusok, óvodapedagógusok bérét, illetményét finanszírozni. Mindeközben a 13-ban, bocsánat. 13-ban. 13-ban. Igen, szóval szeptembertől. Mindeközben persze a feladatok is átalakulnak az óvodában, óraszám csökkenések és feladat növekedések. Az előterjesztés a képviselők előtt vannak, ebben részletesen leírtuk a változásokat. Mind a mellett megkérdezem a jelenlévő óvoda megbízott vezetőjét, hogy kíván ezt szóbeli kiegészítéssel élni a változásokáról, ami praktikusan, hogy mindenki tudja és ne a rébuszokba veszélyek, plusz egy óvoda pedagógus státusz bővítéséről szól. Köszönöm szépen! Tehát, ahogy említettem, a jelenlegi 4 óvodapedagógus helyett a jövőben szeptember 1-től 5 óvodapedagógus alkalmazására van mód, ami, és ez dömösen fajsúlyos kérdés, ami az önkormányzatnak egyetlen plusz forintjába sem kerül, hiszen az előbb említettek szerint az állam finanszírozza az óvodapedagógusok bérét. Kérdezem a képviselőtestület tagjait, hogy van-e kérdés ezzel kapcsolatban, parancsolj. Az lenne a kérdésem, mondtam, hogy a Csillához, hogy kihez tudom feltenni, hogy
mi határozza meg a maximális oldalkovod a pedagógusoknak a számát? Tehát mint különösen 5 a maximum, vagy akár lehetne 7 vagy 8, vagy az indokolt, vagy korábban is volt erre lehetőség, ez ami nekem nem teljesen világos. Szabad válaszolni, tehát a nemzeti köznevelésről szóló 2011 évi 190-es törvénynek van egy 5-ös számú melléklete. Ez az első bekezdés tartalmazza az óvoda gyerek létszámának a függvényében. Én azt hiszem, abban van benne az, hogy hány gyermeknél, hány óvodapedagógus lehet alkalmazni. És ez az 5 a maximum? Igen. Tehát ez jelen esetben eddig 4 volt. Uh-huh. Eddig 4 volt, most lehet 5. Ez tulajdonképpen azt jelenti, ami már korábban a nagyobb intézményben is érvényesült. Például Pilismaróton 3 csoportos az óvoda. Ott nem lehetett eddig független vezető, tehát a vezetőnek bent kellett lenni a csoportban ugyanúgy, csökkentett óraszáma 26 órában. Eddig Dömösön jelenleg 26 órában dolgozott az óvoda vezető csoportban. Természetesen ez azt jelentette, hogy a kolléganőjének sokkal több munkája volt, mint a kettőnek, úgy a Dajkanének, mint az óvónéninek. De mivel megfelelhettek ezek a feladatok, én azt gondolom, ez a törvény nagyon praktikus. Tulajdonképpen semmi más nem teszünk, mint amit a törvény előír. Lehetőséget biztosít arra, én azt mondom, nem csak lehetőséget, mert a törvény azért nem lehetőségekről szokott szólni, hanem előírásokról. Jelen esetben ez ezt jelenti, hogy 26 óráról 12 óráról csökken le a mi esetünkben az óvodavezető gyerekek között töltött óraszáma. Persze ez nem azt jelenti, hogy annyi időt tölt az intézményben, hanem munkaidejében ezt az időt kell, hogy lefedje. Pilismaróton például ez 10 órát jelent, mert ott több gyerek van. Az ő esetében ez 10 óra, de ha belegondolunk, a gyerekek szempontjából sem lenne ez megvalósítható. Az óvodavezetőnek tulajdonképpen nagyon fontos feladat, hogy koordinálja a munkát, segítse. Nálunk is például most egy gyakornok fog bekerülni, a gyakornok mellé szakvizsgázott felügyelet kell 3 éven keresztül, az ő munkáját segíteni kell, vázlatait ellenőrizni, tehát nagyon-nagyon sok minden teendő van pályáztatástól kezdve. Én azt gondolom, ez egy nagyon jó lehetőség, mert az óvodavezető nem lesz annyira túlterhelve, és végezhet olyan feladatokat, aminek esetleg eddig nem volt be. Köszönöm. Köszönöm szépen. Még kérdezhetek? Parancsolj. Ugye 2 óvónővel kevesebb van, mert ugye az egyik elment szülni, a másik pedig itt hagyta az óvodát, illetve most plusz egy, tehát ez a 3 új óvónő mikortól fog állományba lépni, tehát mikortól? Szeptemberben. Tehát akkor most már 2-től 5 óvónő lesz az óvodában. Hogyha most itt kapunk elmentésre. Köszönöm. De hát sem ez mondjuk, a törvény valósul meg abban. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy minden egyéb előnye mellett leginkább a gyerekeknek is jó lesz, hiszen fajlagos vagy per gyerek létszámba több energiait az óvónők felől. Úgyhogy van még észrevétel kérdés? Ha nincs, akkor szavazásra bocsátom a határozati javaslatot, ami arról szól, hogy Dörös önkormányzat képviselőtestülete úgy dönt, hogy a fenntartásában lévő Szivárvány óvoda pedagógus státuszát megemeli 4 főről 5 főre, így az intézmény összlétszáma 8 főre emelkedik. Aki ezzel egyetért, kész felemeléssel jelezze. 7, igen, köszönöm szépen. Második napirendi pontunk akkor a fogorvosasszony kérelme. Azt a bevezetőben említettem, Gázkazán könyvtelenül a nyáron ő megjavítatta, és azt gondolom, minthogy önkormányzati tulajdonú a Gázkazán, azt gondolom teljesen jogosan tart igényt arra, hogy ezt mi megtérítsük neki. Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy ezzel kapcsolatban van-e észrevételük. Egy kérdésem rám, hogy itt a Marcell Edit 8-án írta ezt a levelet. Igen. Az a dátum az, de nálunk iktatva csak 8-26-án. Hát addigra érkezett ide az irodába, vagy a szabadságra? Szabadságra lesz, az amivel történt. Meg 8-dik az pont, mert nekem egy picit hosszúnak tűnik ez a időinterval. 2 hét leállás volt. Igen. Csak hogy előtte nem érkezett meg? Az a 8-án, készen meg már itt zárva. Hogy most 8-a, nem tudom milyen nap. Hát, péntek. Jó, akkor. 12-től volt zárva. 12-től volt zárva. Jó.
Egyébként a jövőben lesz olyan, hiszen Adrián érkezteti a postát, tehát amikor egynapos csúszások benne lesznek, amikor nem tud a esztergomi hivatal vezető, vagy kirendeltség vezető rendelkezésünkre állni az nap, ilyen mindig lesznek egy-két napos csúszások. Ez csak a jövőre nézést mondom. Jó, a más észrevétel nincs, aki egyetért azzal, hogy a fogorvos asszonynak ezt a költségét az önkormányzat megtérítse, és átutalja, azt kész vele. Előtte még lehet egy kérdésem, itt pénz átcsoportosításról van szó, és azt beszéljük, hogy a önkormányzati jogalkotás szakterületén lévő egyéb dolgi kiadás sorról csoportosítjuk, hogy ez milyen sor, mert ezt nem tudom, hogy a többi képviselőtársam értél, vagy nem, de én nem értem. Ezt a pénzügyi főmunkatársasszony a főmunkatársasszonyjal néztük ezt a sort. Ez hol is van? Ez a 35.000 fölött. Utolsó előtt is. Dologi kiadásoknak mondta azt, hogy praktikusan az oka annak, hogy két helyről kell összeszedni a pénzt, azt, hogy a képviselőtestület a költségvetés összeállításakor kevesebb, vagy nem elegendő pénzt tervezett például a karbantartásokra, a javításokra, tehát azon a költségvetési soron nincs ennyi pénz, ezért kellett összeszedni, egyébként is ugye mínuszos a költségvetés, és azokat a sorokat nézte meg a Szilvi, ahonnan ezt össze lehet szedni, addig, amíg majd az önkormány képviselőtestület a költségvetést nem módosítja és nem igazítja az élethez, hiszen jó néhány területen már így is, úgy is az élet, igen, a gyakorlat miatt túléptük a költségvetésben megszabott sorokat. Ezt a költségvetés módosításakor kell majd a képviselőtestületnek helyre igazítania. De jegyző úr nagyon helyesen ragaszkodik ahhoz, hogy ha pénzről döntünk, annak meg legyen a forrása. És akkor hát ilyen meglepő soroktól van összeszedve ez a 47.000 forint. Tudjuk azonban hiányozni fog, vagy nem, azt még nem tudjuk. Hát amennyiben azokon a feladatokon majd megjelenik olyan teljesítendő pénz, akkor hiányozni fog. Ezt most előre nem tudjuk megmondani. Ennek az átvezetése majd a költségvetés módosításakor majd meg fog jelenni. Tehát ez most lesz szeptemberben, akkor ezt, amiről itt döntünk, meg múltkor is volt egy olyan, hogy át kellett csoportosítani, ezeknek az átvezetése akkor történik meg a rendeletet. A rendelet módosítást azt elfogadja a testület, de előtte azokat, amiket dönt, tehát átcsoportosításokat, azok ezekkel a határozatokkal épülnek be. Most ez a sor, ez a dologi kiadás, tehát magyarul ezen a fogorvosi alapellátásos dologi kiadási soron, ezen most jelenleg nincsen pénz, ezt onnan lehet az önkormányzat dologi kiadásáról, és ez azt jelenti, hogy tehát minden ilyen ingóságjavítási munkálatok, amik ezt meg lehet tenni, mert így lehet lefedni ezeket a például a gázkazán javítási költségeket. Megtörtént azon, hogy jogalkotás a szakfeladatban lévő. Ugye ez nekem nem egy fizikai megfogható jogalkotás, hanem az valami, mondom, egy tanácsadás, hogy valami, csak próbálom értelmezni a szavakat. Nem, tehát én ezt a pénzügyi főmunkatárs asszony fogalmazta meg. Én egyetértek ezzel a megfogalmazással, tehát ez az ő szakmai javaslata volt ez a... én ebben nem akarok belátni, mert én azt gondolom, hogy a főmunkatársak fogja... Van egy ilyen sor, tehát a költségvetésben van egy ilyen sor, ha jogalkotás, az biztos, hogy a jogi feladatokat elláttam, azzal kapcsolatos dolgok. De most ott lehet, ugye ott is lehet, hogy úti költséget kell fizetni, ha ilyesmi, és akkor onnan átteszik ide, onnan mínusz lesz, itt plusz, semmit nem. De akkor a jogalkotás, az egyszerű jogalkotás, az zavarja. Ő volt itt, amikor a költségvetést februárba is szállították, ő tudja, hogy a képviselőtestület milyen döntést alapján hozott ilyen jogalkotás. Ha úgy tetszik, én sem tudom, hogy mi az. Én a pénzügyi munkatársnak elhiszem, hogy azon a soron van pénz, hogy milyen céllal tették oda, azt nem tudom. Hogy onnan át lehet csoportosítani, azt most tudjuk. Szerintem ebben most nyugodjunk bele, annál is inkább, mert ugye ezért jegyző úr vállalja a felelősséget, mint ahogy alá is írta. Tehát az okát meg hétfőn, vagy a Szilvivel kérdez meg, nem tudom, hogy milyen sor. A szeptemberi költségvetés módosításakor meg nyilván már a saját, hogy is mondjam, szükségleteinkhez igazítjuk a költségvetést.
De még egyszer mondom, tehát ennek a... De ezt a sorban nem vita, csak hogy értsük. Tehát ennek a megjelenése, tehát ezt aztán rendelettel szentesíteni fogja az önkormányzat. Tehát ebből, hogy egyik sorból ide teszem, oda teszem, ennek joga van az önkormányzat képviselőtestületnek ilyen döntést hozni. Tehát nincs ezzel probléma, sőt, még annak kell örülni, hogy ezt a gázkazán javítási költséget még a legközelebbi úgynevezett dologi kiadásból tudjuk átcsoportosítani, és nem egy másikból. És hadd mondjak el egy példát, Esztergomba volt egyszer egy olyan helyzet, hogy egy fűtés számlát nem tudott kifizetni a hivatal, és a papírellátás költségéből kellett áttetetni. Tehát én ennek a sornak, hogy dologi kiadás kifejezetten örülök, hogy legalább így a kettő fedi egymást. Köszönöm. Nem lehet, hogy cserétkárhával fűtöttek, és akkor papír az benne. Na jó, nem viccelem el a témát. Jó, ha más nincs, akkor szolgálásra bocsánatom, aki egyetért azzal, hogy a fogorvos asszonynak, majd szeredítnek ezt a 47.000 forintot gázkazás szerelés címén az önkormányzat megtérítse, az kézfelemelésre jelezze. 2, 4, 6. Tartózkodás? Nem? Tartózkodás. Egy tartózkodás. Köszönöm szépen. Akkor köszönöm a megjelenést, zárt ülés következő. És a nyílt ülés rendben a kezdetben. Köszönöm. 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 Köszönöm.